Balástyai Gajgonyán, egy csendes kis tanyán, egy műterem van berendezve. A tanya tulajdonosa Szombathelyi Árpád festőművész, aki Kisteleken él, saját alapítású művészeti iskolájának igazgatójaként vonult nyugdíjba, átadva az iskola vezetését lányának. Szabad idejében a helyi művészeket segítve festőkört vezet, vagy éppen alkotói tábort szervez Erdélyben. A Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesületének tagjaként megszámlálhatatlan alkotás került már ki kezei közül. A következő kis filmben betekinthetünk a vászon mögé, megleshetjük, megismerhetjük a művészt, aki alkotáskor visszahúzódik csendes kis tanyájára. Egy szép kis tanyában vagyunk, ami otthont ad a festőkörnek is néha napján. De tekerjük egy kicsit vissza az időt. Hogy jött az életedbe neked a festés? Hány évesen kezdődött? Illetve amikor még nem kezdődött el, hogyha most összetalálkoznál azzal az ifjúkori önmagaddal, mit is mondanál neki, hogy jó festő vagy, inkább olyan festő váljon belőle, aki szeret festeni? A legjobb, ha rögtön a végén kezdem. Tehát amit most érzek, nem próbálom kivetíteni az ezelőtti mondjuk 50. évre, ami lehetett olyan 1970-71-ben. Tehát most úgy érzem, hogy az önmagammal való találkozás első mondata az lenne, hogy jó irányba mentél el, öreg. Ez az, amit egész életemben csinálni szerettem, illetve szerettem volna, és az első képem az olyan 1971-ben készült. Lehet, hogy volt másik is, a Madonna temetése fekete-fehéren egy Tasner Magdolna nevű szomszéd lánynak festettem, aki nagyon jó barátom volt, és most is szoktunk időnként találkozni nagy ritkán, de inkább csak interneten tudom követni a pályáját. Ő operaénekes lett, és úgy tudom, az Operaház kórusába énekelt nagyon sokáig, és nagyon becsültük az zongoratudásáért. És egyszer mondta, hogy kellene neki, már nem tudom milyen okból, egy ilyen szakrális kép, és én azt gondoltam, hogy akkor legjobb a Máriához fordulni, és a Mária halála ihletett meg, de igyekeztem úgy megcsinálni, ne legyen szomorú a kép. Magdi ezelőtt egy 4-5 évvel föltette az internetre, és mondom, úristen, hát ez a kép még megvan neki, és ott van nála 50 éve. El tudod képzelni, hogy milyen megható volt ez nekem látni ezt a képet. Aztán, mert én mezőgazdásznak tanultam, tehát utcahosszal távol voltam a művészettől. Apu, aki szintén agronomus volt, olyan törpe figurát rajzolt nekem gyerekkoromban, ahol frontális alak, ilyen kis krumpli fejjel, krumpli fülekkel, kis pogácsaszerű tenyérrel, 5 pálcika ujjal és törpe sapkával, ami profilt ábrázolt, jelent meg a kockás papíron, az is megvan nekem. Tehát tőle nem örökölhettem semmi hajlamot. Az anyukám, aki nagyon jó kézügyességű volt, és az ő családjában vannak elrejtve ezek a gének, a bátyám is kiváló festőként indult, ez nem azt jelenti, hogy én is kiváló voltam, de őt tényleg elfogadták már középiskolásként jó tehetségű festőnek. Egy kicsit Zoltánffy István stílusában festett szürreális képeket. Most is van neki elég sok ilyen képe, bár nem fest már, de az egyik alkalommal az iskolai kiállításon, illetve az iskolában működő képzőművészeti kiállításon az ő régi képeit is kitettük, és annak is sikere volt, amit 40 éve nem láttam már. Az anyám húga a kerámiával foglalkozott, sajnos ő már elment közülünk. Az unokatestvérem a Pusztaszeri Tóth Pál festőművész, tehát itt van egy ruhatervező párizsi rokonunk. A lányom is ügyesen fest, a fiamnak is jó kézügyessége van. A legkisebbik lányom érdeklődő, inkább befogadó. Hát nagyjából így lehetett, és az első komoly kép a Madonna temetése fekete-fehéren kívül, az egy tócsa volt, aminek a közepén volt egy bakkancs, egy ilyen túra bakkancs. Ez inkább olyan hippi kép volt, mert azért mi a 70-es években erősen átszellemülten hittük a virággyerekek éles stílusát. Úgy is éltünk, rengeteget autóstoppoltunk, rengeteget csavarogtunk, Szegeden éltem akkor, és eljártunk olyan helyekre, ahol komoly, látszólag számunkra fontos dolgokról esett szó. Például a Hági kert helyiségében, a Kelemen utcában, a
aztán a Tódban, ahol Berényi Apolló nyomta a rockzenét a PRT együttessel, hihetetlen jó volt a tinédzser korunk, és teli voltunk olyan barátokkal, akik valamilyen módon kötődtek a finomabb közéleti formákhoz. Tehát mi nem csak bulizni jártunk, hanem voltak gondolattal át itatott beszélgetéseink is szép számmal. Igazából ott kezdeném, hogy most a műtermemben állunk, lehet, hogy már mondtam is ezt, és itt több időszak munkái vannak felrakva. Vannak itt tájképek, vannak itt kollázsok, majd el is mondom, hogy hogy kerülnek ide, és még azt is mondhatom, hogy van egy-két ilyen objekt, szoborszerű alkotás is. Amit itt a falon az előbb snittelés közben, illetve vágóképezés közben láttál a kamerán keresztül, azok ablakok, kitekintés az erdélyi tájakra, és olyan 10-15 éve csináltam, 1973 óta járok a Hargitára, először a Hargita Zeteraki oldalára, aztán egy 20 éve pedig járok, nem is egyedül, hanem sok festőtársammal, a Hargitának a Szentegyháza felüli oldalára. Úgy keveredtünk oda, hogy autózgattunk a zenekarunknak partnert keresve azon a vidéken, és betévedtünk Ház Sándorhoz, aki a Szentegyházai Gyermekfilharmónia vezetője, kitalálója, felépítője és atyamestere. És szerintem egy 24 órás barátkozás után meg is állapodtunk, hogy ha a zenekarunk és az ő gyermekfilharmónia nem is passzolhat össze, de a gondolatunk az alkotó telepről az mindenképpen jól jönne nekik, és hogy csináljunk ott egy festőtelepet. Meg is csináltuk, ez most 20 éves, és hogyha megfordulsz a kamerával egy picit, akkor látod itt a barna szekrényen a Hássanyi barátomat, éppen mögötted, fölrakva egy képre, aki most már a Magyar Művészeti Akadémia tagja, és sok minden más dolog elmondható róla, de a legfőképpen elmondható, hogy imádja a gyerekeket, nagyon szereti a zenét, és azok az erdélyi gyerekek Szentegyházán, illetve Kápolnásfaluban, Lövétén, akik hozzájárnak, azok egy olyan utolérhetetlen plusz kapnak, amit egyetlen iskola nem tud biztosítani számukra, és ez ő gyakorlatilag egy személyben, és persze a segítői révén is jön létre. És én is nagyjából azt tartom, hogy egy helyben a művészet, odaragadva egy pici kis helységhez, megvalósítható, de sok értelme nincsen. Tehát el kell menni, el kell mozdulni. Most az előbb a gyerekkoromról kérdeztél, vagy hogy kezdtem festeni, és én most 50 évvel távolabbra mentem, tehát időben is elutaztam egy kicsikét. És én azt hiszem, hogy úgy a jó, hogyha az ember nem felejt el egyetlen pillanatot se, főleg, hogyha művészkedik, mind megvan az életéből. És ez ösztökél arra, hogy följegyezzek dolgokat, nem írok naplót, de például könyveket írok, és abban időnként előfordulnak az ilyenfajta hajlandóságra utaló novellák, írások, esetleg a történetek göngyölítése. Hát nem is tudom, hogy Erdélyről mit lehet mondani. Legalább 500 embert elvittem már oda 20 év alatt, de 400-at biztosan festeni. Közülük nagyon sok a kisteleki festőkör tagja, és van közöttük profi festő, van közöttük kiváló amatőr, és vannak műkedvelők is, akik egyrészt turistáskodni, másrészt pedig a festészet alapjait megtanulni jönnek oda. És rengeteg anyagot használok a festészetben, különféle festékeket, de én nagyon becsülöm a képek hordozó anyagát is, a vásznat, a deszkát, és itt mögöttem is olyan erdélyi képek láthatók, itt az előbb már felvettünk, amik vénházak vén ablakára vannak festve, nem az üvegre, hanem az üveget helyettesítem egy festő alappal, kartonnal vagy deszkával, és igyekszem úgy megfesteni, hogy azért a realizmus ne legyen túl vad, de a hiteles képet ábrázolva bemutatom az erdélyi tájakat. Sokat festettem ilyet már, itt néhány darab van csak, de ezt úgy elkapkodják barátok tőlem, meg ismerősök, meg néha piaca is van ezeknek.
hál' Istennek, mert ugye a festő a képeiből él. Nem mondom, hogy ez a legjobb bevételi forrás, de nem rossz ez, amikor a szórakozásom, a munkám és a megélhetésem ugyanarról az asztalról fakad, vagy ugyanarról a tőről fakad, és ugyanarra az asztalra tesz le kenyeret. Ezt most igyekeztem ilyen módon költőjén elmondani. De vannak ilyen egyszerű prózai dolgok is az életemben a festészet nyomán, hogy itt vannak például a festő kalapjaim. Összesen 7 olyan kalapom van, ez épp egy turnum is, ezt felpróbálom és megmutatom. Ez meg egy erdélyi kalap. Valamiért nagyon kötődöm ezekhez a dolgokhoz. Ez nem csak azért van, hogy ne kapjak napszúrást a szabadban festés idején, hanem egyszerűen ez egy feeling, így érzem jól magam. Ugyanolyan az a, igazából nem tudom, habitusom, amikor festek, hogy zsebre dugom a kezem, és ilyen kontraposztálásban állok, és valahogy ránehézkedek a földre, onnan fakadhat valami energia valószínűleg, ami a képekben aztán helyet kap. Gyűjtöm a régi tárgyakat, az látszik itt a műteremben is, de olyan 3000-nyi régi tárgyam van különben, és előfordul az, amikor kint rossz idő van, hogy beülünk ide valamilyen alkalomból barátaimmal. Itt nem 6, hanem 8, néha 9 ilyen fejére festett tonet szék szokott lenni, és éppen elfér annyi fröccs ezen az asztalon, vagy annyi fél decis pohárömbe pálinkát öttünk, hogy a beszélgetésünk soká tartson, tehát ez azért kell ez is. Nem festőkkel beszélgetek én itt általában, hanem vannak nekem művészeteket nem művelő barátaim, vannak zenész barátaim, néptánc is van itt időnként kint, amikor valami buli van, főleg iskolai bulik alkalmával. Szóval nagyon jól el tudunk ebben a műteremben órákat tölteni, anélkül, hogy rosszul éreznék magunkat egy pillanatra is. A falon festmények vannak mindenhol, itt pedig körbe lehet ülni egy asztalt. Hogyha két szót összetesszük, hogy festő és kör, vendégeskedett itt nálad már a kisteleki festőkör, és nem is egyszer. Persze, nem vendégeskedés ez igazából, hanem időnként szóba kerül, és akkor kijövünk festeni. Túl gyakran nem. Talán lehetne gyakran is, de az iskolában van egy kiváló terem, amit használunk a festőkör munkái elkészítésére is, de ez a kisteleki festőkör, ez nem arról szól, hogy mindig együtt alkotunk, Erdélyben együtt vagyunk, hanem leginkább arról, hogy az otthon elkészült vagy félkész műveket is behozzák, és én tanácsot adhatok számukra, mert kérik. Ez kb. Annyit is jelent, hogy engem a festőkör festői mesterüknek tekintenek, és ezt én nagyon szívesen veszem, és vannak erre bizonyítékok is, hogy az én tudásom is tovább kell, hogy kerüljön, és fontos nekem is, hogy más is megtudja, én mit tudok. Nagyon sokan elvégezték már a Művészeti Egyetemet a festőkörösök közül. Az a legkülönösebb, hogy például néhány éve a Vas Márta és a Varga Anikó, azt mondhatnám, hogy idős fejjel, az Anikó nem is annyira, ő egy olyan 50-es, elnézést kérek, hogy kimondom a korát, de a Márti, ő már 60 és túl volt, mikor megkapta az egyetemi festődiplomáját, és ez remek dolog. Tartozni kell valahová egy művésznek, a festőnek különösen kell társaság minden tekintetben, mert meg kell, hogy vitassa a kollégákkal, hozzáértőkkel is a munkáinak nagy részét. Így vagyunk mi a festőkörben. Én tartozom egy szakmai közösséghez, ami korábban a művészeti alap volt, most az Alkotó Művészek Egyesülete. Nem könnyű bekerülni, törekedtem rá, hogy tag legyek, mert van egyfajta presztízse ennek a hovátartozásnak. Tehát nem csak, hogy szakmailag kell letenni az asztalra valamit, hanem kellenek ezek a dolgok, amiből látszik, hogy na, őt már elfogadják, és valahogy így vagyok én ezzel a festőkörösök szemében. A festőkörből említettél két tapasztaltabb festőt. A másik oldalról említesz valaki olyat, aki úgy került oda hozzátok, hogy fiatalon és nem tudott még festeni, és ott tanulta meg ezt. Igen. A tudományt. Sok ilyen van, de azt előre mondom, hogy nem két tapasztalt festő van ebben a festőkörben, nagyon sok profi festő van, csak épp a Márta az iskola miatt, meg az Anikó jutott eszembe. De itt van például a Hódi Kati, akkor a Borbolán Ilonka,
Majoros Laci korábban kiváló festővés sajnos meghalt már. A Vas Ágnes olyan akvarellista, hogy megpendül, úgy, mint a déli harangszó. Vannak viszont olyan festők tényleg, akik ide a művészeti iskolába kezdtek járni, és mondjuk említem a Hajdú Zsanit, aki elvégezte a főiskolát, festő lett, az Erasmus programmal Olaszországba is elmehetett és tanulhatott olasz festőktől épp aktfestészetet, és amikor végzett, akkor az a pici lány, aki kezdett hozzám járni és kérdezte, amikor cicákat festett vagy rajzolt, első és másodikos lehetett általános iskolában, hogy Árpi bácsi, rajzoltok most már lovacskákat is, és mondtam, hogy jó van Zsanika, és megsimogatta a fejét, rajzolj lovacskát, és elég sokat tanulhatott tőlem is, mástól is, mert nagyon aranyos gyerekek jártak oda, és jó volt ilyen foglalkozásokat tartani kisgyerekkörben, mert végül is festő lett belőle, és most ő jött a helyemre, mikor én nyugdíjba kerültem. Ő tanít most festést és grafikát, meg az iskolámban dolgozik a lányom, aki szintén fest, és rajztanár, és ő is grafikát, festést tanított, ő lett most az iskola igazgató, de az egy nagy boldogság, hogy két olyan festőt is fel tudok mutatni, aki így kötődik hozzám. De ennél sokkal több most az a magyarunk éppen, hogy csinálunk egy kiállítást, aminek az anyagát a nálunk tanult és végül a profi szintre eljutott képzőművészektől fogjuk visszakérni. Hát gondolom, hogy 25-30 ilyen művész van már az én életem során, akitől tudok felmutatni komoly munkát kiállításon is. Szokott itt az Anatanyán nyári tábor is lenni. Hogy néznek ezek ki? Ez így van. Nekünk a korosztály, akit megcélzünk, az az általános iskolás és középiskolás korosztály az iskolában. Elvétve vannak idősebbek egyetemisták is, de mindenképpen igénylik a tanórán kívüli foglalkozást is, és ezt a nyári táboroztatás lehetőségében látjuk megadni. Itt a tanyán olyan táborokat szoktunk szervezni, amik nem itt alvósak. Jönnek reggel is, elmennek alkonyatkor a gyerekek, és minden nyáron egy-két tábort csinálunk 25-30 fővel. Itt ez egy nagyon alkalmas hely a táborozás, mert van fürdőtó például, ami egy szikes tó, és ha valaki nem fest, akkor kiváló seggeseket ugrálhat a vízbe, mert ez arra alkalmas. És aztán, ha rossz idő van, akkor behúzódunk, és nagyon szeretik a gyerekek. Többnyire vannak kiírva pályázatok, hál' Istennek, ezekre a táborokra, úgyhogy meg tudjuk oldani, hogy mindenféle olyan anyagot megveszünk, ami egyébként nagyon sok pénzbe kerülne a szülőknek. Már csináljuk vagy 15 éve a táboroztatást, és mindig nagyon jó szokott lenni. Közben, hogy kiértünk az udvarra, szerintem, ha nekifordulsz a falnak, akkor ugyanolyan milliót láthatsz így az udvar belső sík felületeire fölpakolva, mint ami a műteremben volt. Ez spontán jött, régiségekkel és más helyeken képekkel vannak teli a falak. Meg szokták kérdezni tőlem, hogy nem tartok attól, hogy valaki éjszaka bejön ide és leakaszgatja mondjuk a festményeket a házfaláról. Őszintén tartok tőle, de arra gondolok, hogy nem a leakasztás az nem lopás célja, hanem a műélvezet meghosszabbítása céljával történik. Hát kell ez a fajta humor, hogy az ember közreadja a dolgait. Úgyha itt valaki letámaszkodik a kerítésre, elnézelődik egy fél órát, még zárt kapukon keresztül is jól érezheti magát. Ez nem nagy képű szöveg egyébként, mert tényleg nagyon jó a környék. Ez itt egy kunhalom, amire a tanyát építettem, vaskori eredetű, erősen szakrális kisugárzással, pedig én nem vagyok egy ilyen ezotérikus gondolkodású, minden pillanatomat nem tölti ki ez a fajta gondolkodás, de az biztos, hogy amikor kint vagyok, érzek valami határtalan nyugalmat, ami ettől van. És szerintem gyógyító környezet is mindenképpen. Arról én is tettem, majd a későbbiekben látni fogjuk, hogy ez gyógyító legyen, mert egy majdnem egy holdnyi nagyságú levendulást telepítettem ide, aminek gyakorlatilag anyagi haszna csak annyi van, hogy éppen belefér a bevételbe az elvégzett munka költsége. Egyébként csak esztétikum. Sokan kérdezik is, hogy mire van ez a,
ez a levendulás, és szoktam mondani nekik, hogy arra pontosan, amit megkérdeztél, hogy legyen téma, amikor ide jössz, hogy más nem találnál, sétálj benne, érezd jól magad, aztán menj haza, és mondd, hogy ez is egy jó nap volt. Tehát ez egy sziksós talaj, és itt a környékben rendkívül gyakori. Mosni használták, lugossá teszi a mosóvizet. Ez gyakorlatilag nátriumsó. Tehát ez nagyon, remélem, hogy nem tévedek. Úgy gondolom, hogy ez önmagában a szódavíz, ami a vízben, illetve a gödörben látszik, mert gyakorlatilag a szénsav sója, de hát a nátrium sója. És nagyon szeretik a gyerekek, ugrálnak bele hatalmas fejeseket, és mindössze csak másfél méter mély a legmélyebb része, akkor, hogyha a tó viszonylag felemelkedik, illetve a vízszint. Most kisétáltunk itt a telek végére, egyik végére, mert ez egy 3 hektáros terület, amit a Gajgonya-patak meg a Kisteleki csatorna ölel föl. Ez egy nagyon-nagyon jó fekvésű terület, mert kiváló a mikroklímája a sok víz miatt. De igazából nem is ez a fő gondolat most, mert ahol állunk, ez itt egy középkori, árpádkori templom, vagy kis kápolna rekonstrukció. Már azt mondtam, hogy egy régi kunhalmon van a ház, de olyan dimbes dombos az egész terület. Most eléggé hihetetlennek tűnik, hogy itt az Alföldön én azt jelentem ki, hogy egy körülbelül 40-50 cm-es vastag sziklapadon állunk. Ez nem más, mint a tavi mészkő. Én a sziklát csak úgy nagy merészségből tettem hozzá. Ezt az anyagot innen bányázták, ahol éppen én is állok, meg ezen a környéken bárhol a leás az ember egy 70-80 centire ilyen kőzetet talál, mint ez a kezemben is lévő porózus, majdnem mint egy tengeri szivacs megjelenésű kőzet. És sok mindenre jó, most már védett, és itt ezen a területen volt egy kis kőkupac, föltételezhető épület lehetett. Mi barátaimmal összeraktuk kiválogatva a köveket, és néhány régi téglát is beletéve, ami árpádkori templomokból származik itt a környéken, alföldi templomromokból. Arra gondoltam, hogy egy jó kis szakrális értékű hely lesz ez. Aztán megmutatnék, kihoztam itt egy doboz talált dolgot. Kezemben lévő cserepek, vaskori cserepek, innen erről a helyről, de a levendulásban is a rotátorozok, nagyon sokszor feldobja a gép. Ugyanakkor törökkori pipákat is lehet itt találni, ez is bizonyítja, hogy a közelben lévő szermonos tor, ami később török erődítés volt a hódoltság idején, a környéket uraló 160 évig volt idejük a törököknek, végül is nyugodtan pipázgatni is, nem is mindig csak csatázni. És hál' Istennek ezeket én megtalálom. Egy csonttű, ami föltételezhetően szintén legalább 4-5 ezer évet pihent a földbe, ez akkor került elő, amikor a fürdőszobát csináltuk, és egy furott kút vizét vezettük be a fürdőszobába. És szerintem itt akárhol ásunk, találhatunk ilyen, mondjuk azt, hogy régészeti leleteket. Nem nagyon akarom elhíreszteni, nehogy felássák itt a régészek a Móra Múzeumból a területemet, de az se volna baj végül is, hogyha kísérletezgetnének. Ez is egy dombocska, hogyha jól látjuk, és érdekes módon megtalálta a róka is itt. Ha lemegy a kamerával egy kicsit a fal mellett, akkor láthatod a rókajukat. Ki is bontottuk, róka vár ez igazából. Hogyha gyerekek nézelődnek itt, akkor sokkal élvezetesebb előadást lehet tartani a középkori kápolnákról. Azzal együtt, hogy megmondom, hogy itt egy vallásos, imádságos róka család él, és azért költöztek ide, mert ők is nagyon jól érezték magukat itt Isten közelségében.
ez a hely ihlette igazából az egyik könyvem egyik hosszabb történetét. Írtam egy trilógiát, az a címe, hogy Szeri trilógia. Egy eredeti környezetbe ültetett 13. századi fikció, IV. Kun László idejéből, és hiányt akartam vele pótolni. Elég sok kutató munka is van benne, tehát sok esetben részletei akár forrásnak is hasznosíthatók történelmi dolgozatokhoz. De azt mindenképpen elmondom, hogy a kitalált történetek azok olyanok, mintha tényleg a középkorban történtek volna. Hát ehhez kellett ez a kápolna is, meg kellett az Ópusztaszere Nemzeti Történeti Emlékpark is, és az én idevalóságom, mert nagyon szeretem ezt a vidéket. A park innen 6-7 kilométernyire van, és ez a trilógia egy kb. 600 oldalas regény, a Kun László idején élt itt kb. 2000 ember, az ő életükkel foglalkozik, a pákászokkal, az akkori mezőgazdasági műveléssel, a halászattal, egy kicsit a vitézséggel, a katonasággal, és nagyon érdekesnek találtam azt, hogy ha már ide tettük ezt a templom rekonstrukciót, akkor legyen ennek a története is benne leírva. A Gajgonyai dombon, itt, ahol vagyunk, folyt egy csata a Martalóc, itt vándorló kunok és a csongrádi és szermonostori vitézek, illetve papok által kiállított seregek között, ami igazából csak néhány embert jelentett, mondjuk 15-20-at vagy 30-at, de olyan érdekes, inkább felnőtteknek való élmény jött ki belőle, és a kápolna építője, az egyik barát is itt veszítette életét, innen körülbelül egy olyan 2-3 méternyire érte, nem ebben a csatában, hanem egy kicsit később egy nyíl is ütötte át a szívét, és ennek a története is ebben a könyvben olvasható. Én magam is úgy szoktam, hogyha vendégek jönnek, hogy leültetem itt a falra őket, és akkor elolvasom nekik ezt a fejezetet, durván egy olyan 25-30 oldal. Elég nagy csöndben tudják hallgatni, mert ilyen helyen az ember, ahol még ráadásul egy barát is az életét veszítette, nem hangoskodik. Amikor ezt a területet megvettem, akkor itt ezen a helyen, ahol állunk meg, hát a templom környéki helyen is, és kápolna környékén, nem volt semmi más, csak krumpli föld. És akkor a szomszédok kérdezték, hogy mit akarok én ezzel a földdel kezdeni, ebben nem termett igazából egyáltalán kultúrnövény, kapálták a krumplit, meg öntözték, meg mindent elkövettek vele, de éppen csak pár zsákkal lett. És amikor elmagyaráztam nekik, hogy ez itt egy kunhalom volt, nem nagyon értették, hogy mit is akarok én itt csinálni, mi az, hogy kunhalom, meg egyáltalán mire költöm a pénzemet ilyen fölösleges dolgokra. És bennem már akkor megszületett, hogy én egy olyan helyet fogok kialakítani itt az alkotóház környékén, ami romház volt akkor még, de ez is tervben volt, hogy alkotóház lesz, ami látványos, tehát mindent a látványosságra építek, az összes tervemet. És úgy lett ez a Kopjafa park, nevezzük parknak, mert nem nagy területű, de azért többféle kopját lehet látni. Megfaragtam az erdélyi vitézi kopják, ünnepi kopják fejeit, van itt sokféle közöttük, és faragtam lófejes kopját, majd azt is elmondom, hogy miért, meg van egy életfa, meg van olyan kopja is, amik a tetejére keresztet vigyeztettem, és hogyha itt mögém viszed a kamerát, akkor láthatsz egy hordó dongából, meg hordó abroncsból összeállított turulmadarat is. Na most elmondom, hogy miért van. Szóval Szermonostor közelében, illetve Szer közelében, ahol a magyarok bejövetele első nagyobb állomását tekintjük, meg üdvözölhetjük, jó, hogyha valaki ezt szemmel tartja, és jó, hogyha valaki maga elé, mikor kialakít egy ilyet tanyát, akkor a parkkal stílusban legalább megegyező környezetet alakít ki, mert egyrészt a figyelem könnyebben ráterelődik, másrészt meg a történelmiség nagyon magasztos gondolat.
És azért jutott nekem is eszembe, hogyha valaki közeledik az emlékpark felé, és 5-6 kilométerrel előtte lát egy ilyen kopjafa parkot, akkor biztosan megáll. Ez nekem azért is jó, mert elbeszélgethetek vele, azért is jó, mert jó üzletnek tekintem, illetve marketingnek, ezt reklámnak. És hát így alakítottam ki a kopjafást is. Meg ugye az erdélyi ismereteim miatt én ezt könnyedén meg tudtam faragni. És úgy helyeztük el, mintha a Kárpát-medencébe letelepülő magyar törzsek emlékkopjái lennének. Az igaz, hogy az egyik, a legkeletibb oldalon fekvő törzsre már nem utal a kopjafa, mert akkor túl sok bort ittunk, és nem jó helyre tettük, nem a térkép szerint. De mert jó mélyre ástuk, azt mondták a barátaim, akik segítettek, hogy akár így is lehetett volna, és akkor így lett az, hogy egy kicsit szűkebbre mértük az átmérőjét a Kárpát-medence mintázásának, de mi ezen mindig jót nevetünk, és az abák nemzetségének kopjája egy kicsit beljebb került a medence közepe felé, illetve hát a Tisza felső folyása mentén, de ez senkit nem zavarít. A kereszttel ábrázolt, illetve fejezett kopja az az istváni kereszténységre utaló emlékkopja, de ugyanakkor inkább a Géza fejedelem lett megcélozva, mert ugye ők azok, akik az első olyan megkeresztelt Árpád-háziakat adták, Istvánt és Mihályt és Gézát, akiktől a magyar kereszténység elterjedését datáljuk. Az összes többi az inkább Árpádhoz megy vissza. Van itt ez a legmagasabb kopja, az a megyeri törzsnek a kopjája, az Árpád törzse volt, és mögötte van egy életfa. Hát egy egyszerű életfa, mert akkoriban nem cicomázták az ilyen pogány hiten élő népek az egész, mondjuk barokkossá az életfájukat, hanem szekercével kicsapkodták belőle a pálmettát, meg hozzátettek csillagot, holdat és napot és madarat, és már is lehetett sámán ünnepet, illetve jóslásokat, áldozatokat bemutatni. Itt igazából azért került az életfa, mert a kisteleki veterán motorosokat kihozta ide a Szél Józsi barátom, a vezetője a motoros klubnak, hogy tartsak régiségekből bemutatót nekik. Meg is tartottam, és tetszett nekik ez a terület, és mondták, hogy szívesen jönnek máskor is, és ekkor én elővettem ezt a direkt nekik faragott életfát, hogy akkor gyertek, ássuk be ide is, és legyen ez akkor a ti gyülekező helyetek. Nagyon örültek neki, hogy direkt nekik készült ez az életfa, és azóta augusztus 20-án, vagy azt megelőző egy-két nappal megjelenik itt nekem mindig 40-50 motoros, és egy-egy szalagot kötnek rá. Sajnos már van rajta egy fekete szalag is, mert az egyik motoros a klubból már elment tőlünk, de hál' Istennek nem közlekedési baleset, hanem sajnos betegség folytán ment el. Aztán hozzátenném, hogy a kopjafák mellett van itt egy elvileg idegen kultúrnövény, nem Kárpát-medencei, a levendula. Azt mondják, ott elismertünk, hogy a levendula az egy rendkívül csúnya növény, de olyan, mint a jólelkű csúnya feleség, hogy nagyon szerethető, és ez tényleg igaz, mert most éppen beszáradt állapotában van, meg leszüretelt állapotban, a virágszirmokon leszettük, így olyan kórónak tűnik. De a lemetszett növényen látszik a sejmessége folytán, hogy igenis ez egy nagyon érzékeny növény, simogatás szeretetet igényel, ez 3300 tő levendula, most már a 7. évét tapossa, vagy talán 6 éves lehet, és éppen most jutottam el oda, hogy kifogom szedni minden második sorát, mert nem férek már közé művelési eszközzel, és rengeteg munkát igényel, de szeretem csinálni. Hát ajánlgatom ismerősöknek ajándékba, eladásra is, valamit elvisznek, de később is elvihetik, valami meg majd áldozatul esik ennek az átalakításnak. És úgy szeretném, hogyha egy ilyen pihenő liget volna, padokat fogok elhelyezni a kiszélesedő sorokba, és le lehet ülni és gondolkodni, meditálni a levendula illatban. Rengeteg pillangó, méh, poszméh, mindenféle rovarok, virágporgyűjtő rovarok vannak itt. Érdekes, hogy most október közepén járunk, és még mindig látok lepkéket mozogni rajta. Ha majd lemegyünk a túlsó oldalára,
akkor láthatjuk, hogy a nagyon későn is virágzó fajták vannak. Mi, amióta megvan a levendulás, halottak napjára levendulacsokrot viszünk a rokonaink sírjára, a elődeink sírjára, és nagyon csodálatos ilyenkor virágzó növényt odavinni, ami elvileg nem is őshonos itt a Kárpát-medencében, Magyarországon meg végképp nem. De az egészen bizonyos, hogy például a szermonostori templomkertben már volt levendula a 13. században is. Itt is előhoznám a Szeré trilógia könyvet, mert az egyik főszereplő a Gábriel barát, aki a kertet csinálta a monostorban, nem csak levendula telepítő volt, hanem a monostor kertjének névadója is. Mondjuk ezt a Gábriel testvét én találtam ki, Kardos Tamás barátom meg elnevezte róla a kolostor kertet. Én erre nagyon büszke vagyok. Az más kérdés, hogy azon abban reménykedek csak, hogy tényleg volt ilyen barát, és találkozhatok vele majd én is, amikor felső levendula termesztők közé tartozom, ami még azért elég soká lesz. Évek óta itt fekszik az út mellett, illetve itt feküdt az út mellett ez a nagyon régi kilométerkő. Megkockáztatom, hogy még a háború előtti időkből való. És helyébe tettek egy ott látható kilométerjelző táblát, és én nagyon morfondíroztam, hogy mit csináljak ezzel a kővel, hagyjam ott az enyészetté válásnak, vagy pedig helyezzem el. És arra gondoltam, hogy nagyon jól illeszkedik a motorosok életfájához, ugye a motorozás legfőképpen az utakhoz kötődik, de ugyanakkor nagyon bejön nekem a népvándorlás, honfoglalás kora idejébe is ez a kő, és úgy döntöttem, hogy behozom ide. És a stílusos szállítása a kőnek akkor történt, amikor a nyár elején az erdélyi festőbarátaim kiállítása itt nálunk megnyílt, és 5 szentegyházai festő kijött ide velem a tanyára, ettünk, ittunk, aztán amikor már eléggé jól laktunk, meg már szomjasak se voltunk, akkor kijöttünk és fölkaptuk a követ. Ez legalább 1,5-2 mázsa, tehát nem egyszerű volt fölvenni, de sokan voltunk és ide leállítottuk. Ott 8-as van, de ezen 2-es van, tehát föltételezhető, hogy ez még Balástyától mért távolságot mutatott. A 8-as az meg már Dócról mért távolságot mutat. De nekem ez nagyon-nagyon tetszik, remélem, hogy nem kell visszaadnom. De hát annyi időt pihent már ott a gazban, hogy valószínűleg el is felejtették már, meg ilyen kilométer köveket már nem tesznek ki utak szélébe. De ha esetleg el akarnák vinni, akkor is majd mondom, hogy ez kezdettől fogva az enyém volt. Én csináltam, én őrzöm, és nem szabad elvinni, de nekem nagyon tetszik. Ez volt a tanyán, illetve a tanyának az istálója. Tehenet tartottak benne, és sokat gondolkodtam, hogy meghagyjam-e istálónak, hogy esetleg később majd állattartással foglalkozhatok itt, de csak úgy elképesen. Aztán rájöttem, hogy kell a hely a vendégeknek, és kiürítettem, kitakarítottam, téglával leburkoltam, levettem a mennyezetét, úgyhogy most éppen raktározunk benne bútorokat, meg sörasztalokat, sörpadokat, arra nagyon jó. Ugyanakkor ezt a gangot azért tettem elé, hogy ki lehessen ülni, van itt egy másik kiülő is, és esti beszélgetésekre, fröccsözgetésekre, sörözgetésekre jó. Hát most látható, hogy elfoglalta ezt a helyet egy másfajta dolog, ilyen tetőcserepek vannak berakva teknőkbe, és ennek az a története, hogy én rengeteget járok nagyon történelmi és hírneves helyeken, és ahol látok kapacseréppel fedett tetőt ilyen hírneves helyen, onnan megpróbálok szerezni egyet. Ez általában úgy történik, hogy kérek. Ha nincs kitől kérni, akkor meg ugye elhozom. Hát ez a gyűjtő szenvedély. Nagyon izgalmas az, hogy például Székely Zsomborból, Nyírő József házáról, ami most sajnos kicsit elhanyagolt állapotban van, Nyírő egy ragyogó helikonista író volt,
és nagy bűnéül rólják föl, hogy ugye lefasisztázták őt is, mint sokan másokat az erdélyi és magyar írók közül, ami természetesen nem felel meg a valóságnak, nekem kedvenc íróim egyike, és az ő házáról van ez a tetőcserép. Akkor alatta egy nádasladányi kastélykápolnából való, akkor nagyon érdekes Tamási Áron házából való cserép, és Benedekelek szülőházáról is van itt kapacserép. Aztán Nagyvázsonyi várból egy kicsit úgy összevisszaságnak tűnik, de végül is minden stimmel, és a legtávolabbi hely, ahol magyar, ja igen, hogy magyar vonatkozása kell, hogy legyen, ez a Stari Bar elnevezésű helyről van, ez az olaszországi Barival szemben lévő montenegrói régi város, van egy új városa is, és ilyen kő tetőfedés volt ott a megszokott, ma már csak a szellemváros látható, de nagyon nagy turisztikai érdeklődés van. Hoztam egy kemencetéglát is, de hogy kell ez a magyar történetbe? Úgy, hogy valamikor a 14. században ez sok évig magyar korona birtok volt. Ugye akkoriban szerettek tengerparti birtokokat szerezni a magyar királyok maguknak. Szerintem még negyedik Béla is járt ott, de a negyedik Bélához kötődő dolog, ami van, szintén cserép, ez egy kupás cserép, de ilyen mediterrán tetőfedési eszköz. A Belli nevű hely, ami a Kress szigeten van, a Kvárner-öbölben, és ott a menekülő, tatárok elő menekülő Béla, mielőtt visszatért volna Magyarországra, eltöltött néhány hónapot is. Elnevezték a falut Bélának, ahol volt, gyönyörű kis ékszer az a falu. Viszont nem tudták kiejteni azt a szót, hogy Béla, ugye más ajkó népek voltak, akik ott éltek, ezért aztán Belivé vált ez a Béla. Nagyon érdekes az is, hogy ugyanonnan van, Lovránból, szinte pár kilométer távolságból, az meg az Isztria egyik gyöngyszeme, a Monarchia egyik kiváló üdülőhelye, ez a tégla. De nem akárhonnan ám, hanem Feszti Árpád villájából, a Villa Rózából, ő volt a Róza a felesége, és bementem az udvarba, és a virágos kert körbe volt rakva ilyen téglával, senki nem volt ott, és én kivettem egy téglát, és utána nézegettem, hogy miféle furatok vannak rajta ezen az oldalon, biztos célzatos, és ha megfordítom, akkor egy vitorlás hajó rajzolata látszik ki, a korlátjával együtt a tengeren, ugyanis ez egy tengerparti villa. Hát úgy megörültem, Feszti Árpád, Ópusztaszer, Lovrán, micsoda magyar kapcsolat. Aztán vannak itt olyanok, például Homorult Karácsony falva, Erőd templomából, az Unitárius Erőd templomból. Nem túl nagy templom, de gyönyörű, szoktunk oda járni festeni, de még egy másik vonatkozása is van, hogy ott lakik az egyik igen jeles barátom, a Béla Gábos Berci fafaragó, akitől van egy 14 vagy 15 képből álló gyűjteményem is, amikor elmegyek hozzá, mindig veszek tőle. Aztán van a gyerekkorom emlékei között az Óföld Áki Erőd templomból származó cserép is. Ez azt kell tudni, vagy nem illik tudni végül is, de azt lehet tudni, hogy írtam egy Gencsáti Fogócskafa című könyvet, ami novella fűzér is elég kedvelt az olvasók körében, és az ott játszódik Óföldeákon a 60-as években, illetve az 1800-1900-as évek fordulóján. Aztán van a visegrádi fellegvárból cserepem, ami több száz éves lehet, ugye az nagyon magyar vonatkozású, elsősorban IV. Béla idejében épült vár, de Mátyáshoz köthető legfőképpen, akkor a Segesvári vár. Fölmásztam a bástyára, ott nézegették, hogy én most fedni akarok, vagy lefedni, kivenni onnan dolgokat. És ez egy olyan cserép, ami látszik még az elhúzás nyomás is gyönyörűen. Hát a magyar időkből való. Tudjuk, hogy a Segesvári vár, Visegrádot mondtam, véletlenül Segesvárt akartam, a Segesvári vár az Vlad Tepes herceg birtoka volt a 15. században, ő nem volt más, mint Dracula, de hozzátenném azt is, hogy Kolozsvárot lakott Mátyás, és egy iskolába jártak, jó barátságban is voltak,
Viszont Mátyás nem vette jó néven, hogy egy ilyen gyilkos természetű barátja van, vagy hogy a barátja ilyen gyilkos természetű lett, mondjuk el is túlozzák erősen, de nem véletlenül kapta a karóba húzó nevet, ugye, hogy egy jó és igen gonosz eszközét választotta a kivégzésnek, és meghívta Visegrádra Mátyás, és átnevelő célzattal egy évig ott vendégeskedtette a Tepest, aki Dracula néven került be a köztudatba, egy amerikai film kapcsán természetesen, és nem javult meg állítólag. Tehát hiába őrizte és próbálta a reneszánsz királya a lelkére beszélni, nem sokat ért vele. De a Gencsáti kastélyból is, a Návai kastélyból, ahol az előbb említett könyv játszódik, tetőcserép. Vargyasról a Daniel kastélyból, az a Vargyas szurdok közelében van. És hát még sorolhatnám, de végül is van legalább 80 helyről. Az életfa egy olyan ősi eszköze a spiritualitásnak, ami végigkíséri a mi történetünket, történelmünket kezdetektől fogva szerintem a mai napig, a népünk történetét, és megvannak a megfelelő szabályai ennek a fajta objektumnak. Gyakorlatilag a szerepe a sámán hitben volt leginkább, illetve az volt a kifejező erővel bíró aktus, amit a sámán művelt, és az alvilágból madarak emelik fel a felvilágba az elhalt lelkeket. Ezt nyomon is lehet követni Diószegi Vilmos erről szóló könyvében, akit érdekelne, az szerintem könyvtárból kiveheti. És a napot, mint az istenséget, aztán a nekünk totem állat, ugye a turul tábrázolja, itt le van a nemzeti színű szalagokkal fedve. A holdat és a csillagokat szokták ráfaragni. Itt a hold fönt látható, és túloldalon a csillagok. És pálmalevélből áll össze az életfa. És gyakorlatilag a felfelé szálló madár, a karmában tartva, a csőrében tartva, vagy a tollazatán viselve az arra érdemes lelkeket a felvilágba, amit a keresztény hit szerint akár a mennyországnak is nevezhetnénk, viszi föl. Szándékosan nem beszélnek ebben a hitéletben pokorról. Nincs megtisztulás, ott mindenki tiszta ember, aki elhalt. Őszintén, amikor ez a dolog kezdődött az életfával a mi történetünkben, nem is voltak bűnözők a mi népünkben, hogy teljesen hétköznapi nyelvre fordítsam le. Amikor ez elkezdődött, ugye Istvánnak volt olyan törvénykezése először, hogy le kell vágni a tolvaj kezét, lehet, hogy ez emlékezetes mindenki számára, és ez nem azt jelentette, hogy naponta százezreket csonkítottak meg, hanem elvétve sok-sok évenként egy ember került oda. Valószínűleg ő is provokatív módon, tehát inkább politikai bűnei voltak, és ráfogtak valamit, és azért csonkították meg. Ugye tudjuk, hogy királyokat és hercegeket vakítottak, mondjuk Béla királyunkról is. Tudjuk, hogy megvakítatták, hogy ne legyen trónra ültethető. De szóval az, ami most az életfából leginkább lejön, az egy sok ezer éves magyar történelem a medencében. Ez persze magyarázatra szorul, mert a honfoglalástól idézőjelbe téve az aktus dátumát nem telt még el olyan sok ezer év, de meggyőződésem nekem is és más történelemmel foglalkozó embereknek, hogy amikor mi az úgynevezett honfoglalásra idejöttünk, itt már magyar népek fogadtak minket, illetve magyar eredetű emberek, népek éltek évszázadokig, évezredekig ezen a környéken. És gyakorlatilag a mai ember számára ez már majdnem teljesen mindegy, de a mai lélek számára nem.
Tehát egy magyar lelkű ember az ragaszkodik ahhoz, hogy hun eredetű, akkor igazából, ha már hun, akkor szkíta is, és így tovább. Tehát nem akarok ezt most fokozni.